Tehát akkor mielőtt nekiállunk a keltetésnek, természetesen néhány szót, egyáltalán bármely tojás alkalmas-e a keltetésre, és hogyha nem, akkor mely tojások azok, és hogyan kell kezelni. Ugye ez fontos ahhoz, hogy ez a bizonyos túlélő tojások valóban túléljenek. Úgyhogy először is ugye az alapoktól a keltetőgépek mindenhol a természetet próbálják lemásolni. Tehát ahogy a tyúk kikelteti kotlás során a tojásokat, ezeket a folyamatokat kell, hogy egy keltetőgép is le tudja követni. Tehát első legfontosabb igény az, hogy legalább 37,8 fok hőmérsékletet tudjon biztosítani ez a keltetőgép. Ugye ezt a madár is megteszi. Ugye kotlás idején, amikor ugye egy bizonyos tojásrakási ciklus után a tyúk úgymond erül a tojásokon, nem csak a viselkedésében, hanem különböző fiziológiai folyamatok is lejátszanak benne. Tehát a testhőmérséklete megnő, a hasán úgynevezett a keltető folt megjelenik, tehát a tollak kihullanak, és az ottani hasi bőr, ez egy komoly meleget, vérrel átitatott kötőszövetekkel biztosítja ezt a hőmérsékletet a kikelő tojásoknak. Tehát ezt is kell tudja a keltetőgép elsősorban. Aztán ugye, hogyha egy tyúk ül egy tojáson, nyilván a páratartalom is ott megfelelő, tehát a keltetés során erre is figyelni kell. A tojás az mindig folyadékot veszt, akár tárolás, akár keltetés során, ezért megfelelő páratartalomat is kell biztosítani. Aztán hát gondolhatjuk, 21 nap alatt ugye a tyúk nem ül folyamatosan a tojásokon, néha föl kell, leszáll a tojásokról, ekkora tojások kicsit visszahűlnek, de igen hamar visszatér, tehát ez pár perces időszakra hagyja csak el a tyúk a tojásokat, tehát ezt is le kell modellezni, néha hűteni kell a tojásokat a keltetés során, és hogyha megfigyelik a tyúkokat, akkor bizony forgatják is a tojásokat, ennek az az értelme, hogy a kis fejlődő csírakorong, ez ne tapadjon le a tojásokon belül, tehát ezért időszakonként forgatni kell, ezt ugye ez a keltetőgép szintén tudja, beállított időszakonként forgatja a tojásokat, hogy mindig más pozícióban legyenek.